Elhoztam egy olyan mediterrán növényt, amivel történt egy kis baleset, pontosan ezek a szabályok nem betartása miatt, mégpedig az, hogy hirtelen került ki a benti környezetből a tűzőnapra. Úgyhogy az első és nagyon fontos szabály, hogyha kirakjuk a mediterrán növényeket, lehetőleg ne közvetlenül a tűzőnapra rakjuk ki, inkább először egy ilyen félárnyékos, árnyékos helyen legyen egy pár napig, amíg megerősödik, hozzászokik az erős fényhez, és utána kerüljön ki a tűzőnapra, hiszen ezek a növények egyébként imádják a napos meleg környezetet, de hogyha esetleg hirtelen rakjuk ki, akkor ilyen csúnya dolgok történnek. Egyébként nem kell megijedni, ez a kis növényke, ami egyébként egy gyönyörű szép sétányrózsa, vagyis lantána. De hoztál nekünk egy szépet, így és van, azt mutassuk meg. Eredeti állapotában így néz ki ez a kis gyönyörűség. Egész nyáron csodálatosan virágzik. A trükkje az, hogy amikor levirágzik egy-egy virágrész, akkor érdemes a növényt visszametszeni, és a friss hajtásain hozza majd ezeket a gyönyörű szép bimbókat. És nagyon jó illata van. És nagyon jó illata van, nem csak a virágának, hanem az egész növény egy ilyen nagyon kellemes citrusos illatot áraszt. És, mint említettem, rengeteg gyönyörű szép virágot hoz egész nyáron. Hoztál tápoldatokat is? Így van, a következő feladat, ami nagyon fontos ezekkel a növényekkel, hogy ilyenkor érdemes esetleg átültetni őket, vagy akár megmetszeni. Ugye a mediterrán növények a teleltetés során azért eléggé leromlanak, hogyha nem megfelelő helyen, vagy nem optimális helyen tároljuk őket. Ezért ilyenkor érdemes, amikor kikerülnek a szabadba, és megindulnak a növekedésbe, egy átültetéssel vagy egy tápozással segíteni őket ebben. A visszametszés pedig abban segít, hogyha esetleg felkopaszodott mondjuk egy leander, amit itt szintén elhoztam. Jaj. Ő mondjuk nagyon szép és egészséges, de a leander hajlamos rá, hogy a tél során a hajtásai felkopaszodnak, ilyenkor egy-egy visszavágással újabb hajtás növekedésre tudjuk serkenteni. Esetleg egy kis tápol. Külön leandernek, vagy mediterrán növényeknek való táppal meg is tápozhatjuk. A nyár folyamán pedig, amikor szépen virágzik a leanderünk, amikor elvirágzik egy-egy ilyen hajtás, akkor nem feltétlenül csak ezt a virág részt csíphetjük le, hanem ha egy kicsit lejjebb visszavágjuk, akkor szintén több újabb hajtást fog nekünk hozni, és így folyamatosan sűrű marad a leander bokrunk, nem nyúlik meg, nem kopaszodik fel, és így egész évben szép marad. Ami még engem nagyon érdekel, és ezt ide is adom neked, ez a citrus. Bizony. Hát a citrusfélékről is volt már párszor szó. Ő éppen egy ilyen mandarin féle. Ők is ugye a napos helyet kedvelik, teleltetéskor világos, hűvösebb helyen tartva nagyon szépen fejlődnek, akár télen is virágozhatnak, vagy hozhatnak termést. Ha esetleg szintén ledobálta a leveleit, őt is nyugodtan metszegessük meg egy kicsit. Lényeg, hogy maradjon rajta zöld felület levél, hogy tudjon fotoszintetizálni, és akkor szépen megerősödik, új leveleket hoz, újra virágzik, és teremni fog nekünk. És ez a szép rózsaszín? Hát én azt hiszem, hogy sokak által ismert növény, a murvafürt, vagyis a bougainvillea. Szerintem az egyik legcsodálatosabban virágzó mediterrán növény. Alapvetően egy futó növény, lehet is látni, hogy a támrendszerre nagyon szépen fel van vezetgetve. Mi is megtehetjük ezt otthon, az új hajtásait esetleg támrendszerre felnevelhetjük. Amikor szintén ő is egy-egy virágzatát elvirágoztatja, elveszíti, egy kisebb visszacsípéssel újabb virágzásra tudjuk serkenteni. Ami nagyon fontos, az elkövetkezendő napokra, vagy talán az elkövetkezendő hétre még hűvöst mondanak, úgyhogy szerintem a mediterrán növények kirakásával még várjunk egy hetet. Hogy fog telni a húsvét nálatok? Hát szerintem hagyományosan. Nem teglocsolkodni? Hagyományosan fog telni, ugye a húsvéti vacsora, aztán családi programok, talán megyünk is locsolkodni, persze most már sajnos csak a szűk családon belül. Reméljük, hogy meghitten és nyugodtan fog telni az ünnep. Én azt kívánom neked, hogy így teljen. Köszönöm áldott szépen. Húsvéti ünnepeket. Köszönjük, hogy eljöttél.